András, mint már sokan tudják, két kínai vakcinát kapott. Nem azért, mert ezt akarta, hanem azért, mert ezt kaphatta meg a lehető leggyorsabban. Aztán András több százezer vakcinatársával együtt valószínűleg nagyon megijedt, amikor a kínai járványügyi intézet vezetője kijelentette, mégse olyan hatékonyak a vakcináik. Ekkor András elhatározta, hogy kideríti, vajon az ő szervezetében van-e elég ellenanyag, és ha igen, védette a mutánsok ellen is. Hangsúlyozni szeretném, hogy természetesen András antitest vizsgálatából még egyáltalán nem lehet arra következtetni, hogy a kínai vakcinát kapott emberek védettek-e vagy sem. Ahhoz legalább akkora felmérés kellene, mint amit Szerbiában végeztek. Ott 10 000 beoltott emberen végeztek ellenanyagvizsgálatot. Megpróbáltam a végére járni egy kijelentésnek, vagy egy vélekedésnek, amiről pontosan tudom, hogy rajtam kívül körülbelül 5-600 000 magyar embernek okozott álmatlan éjszakákat, és azt is gondolom, hogy hozzám hasonlóan sokan próbálnak hiteles információkhoz jutni, nem csak hazai, hanem külföldi forrásokból is. Mi a helyzet a kínai vakcinával? Valóban vannak, vagy lehetnek vele gondok? Igaz-e az a vélekedés, hogy hatásosságában meg se közelíti a nyugati modern vakcinákat? Abban is biztos vagyok, hogy ez nem feltétlenül újságírói feladat. Végesek a lehetőségeim, és azt is tudom, hogy egyetlen eset bemutatása nem bizonyíték. De elhatároztam, hogy a magam eszközeivel végigjárom, és bemutatom, hogy a saját szervezetemben mit okozott a két kínai oltás. Ha semmit, és ugyanolyan védtelen vagyok, mint 1-2 hónappal ezelőtt, akkor azt mutatom meg önöknek. Ha viszont beindult az ellenanyag termelés, és a szervezetem sejtjei felkészültek a vírussal szembeni háborúra, akkor azt. Még azt is el szeretném mondani, hogy a kínai vakcinát nem választottam, hanem nekem ez jutott. Jobban örültem volna a nyugati vakcinák egyikének, de elfogadtam, hogy arra nincs esélyem, és elhittem azt a virológusok és orvosok által hangoztatott tételmondatot, hogy bármelyik vakcina jobb a semminél. Gondolom, önök közül is sokakat megrázott, vagy hogy mondjam, elbizonytalanított, hogy a kínai járványügyi központ vezetőjének a múlt hét végén napvilágot látott egy nyilatkozata, amely szerint a kínai vakcinák hatékonysága megkérdőjelezhető. Cao Fu magasrangú kínai járványügyi szakember, ő tulajdonképpen a kínai Müller Cecília, és bár másnap visszakozott és azt mondta, hogy a szavait nem jól idézték vagy félrefordították, de annyi szent, hogy valami elhangzott, amire a világ és főleg az érintettek felkapták a fejüket. A kínai járványügyi nyilatkozati rendben nem szoktak hasonlók előfordulni, ezt mint volt kínai tudósító pontosan tudom. Éltem Kínában, ott nem beszélnek a fő hivatalnokok össze-vissza. És még valami így a film elején, azzal is tisztában vagyok, hogy a kínai oltással kapcsolatban sokan itthon politikai törésvonalak mentén gondolkodnak. Én ebbe a sorba se akarok, és nem is fogok beleállni. Mint ígértem, egyetlen egy dologra vagyok kíváncsi, hatástalan-e a kínai oltás, vagy van akinél hatásos? Engem most csak ez érdekel. A vizsgálatokat egy magánkórházban végeztettem el, és nem csupán arra voltam kíváncsi, hogy termelődött-e ellenanyag a véremben, hanem arra is, hogy a szervezetemben lévő bonyolult védekező mechanizmus in vitro, tehát laboratóriumi körülmények között le tudja-e győzni az eddig ismert vírusvariánsokat, azaz a mutánsokat is. Egy rendkívül összetett, bonyolult és drága vizsgálattal nem csupán azt nézték meg, hogy milyen az IgA és IgG ellenanyag szinten, hanem azt is, hogy kifejlődött-e bennem valódi sejtes védekezés a kínai, tehát a wuhani vírussal és az Európában legelterjedtebb, britnek elkeresztelt mutációval szemben. Mi a hazai betegekből izolált teljes vírus, tehát a teljes vírus antigén ellen termelődő ellenanyagokat nézzük. Dr. Balázs Anna, az intézmény orvosigazgatója, részletesen elmagyarázza nekem a különböző ellenanyagszintek jelentőségét. Hogyan alakulnak ki a korai ellenanyagok, és hogyan a hosszabb távú immunitásért felelős védekezés? És mikor lehet a mai tudásunkkal biztosan állítani valakiről, hogy vélhetően védett a betegséggel szemben? Azaz, termelődött-e ellenanyag, és az ellenanyagok a sejtes immunitásokkal együtt milyen szinten tudják semlegesíteni akár a wuhani, akár a wuhaniból mutálódott brit vírusvariánsokat. Ez úgy képzeljék el, hogy kémcsőben vastag üvegfalak mögött a
véremet összeeresztették ezekkel a vírusokkal élesben. Győzzön a Jobbik, egyelőre a biztonságos laboratóriumi körülmények között. Ön nagyon pregnáns ellenanyagtermeléssel reagált a vakcinára, illetve vagy nem tudom, hogy korábban esetleg volt-e. Nem. A mi vizsgálataink alapján ez egy magas ellenanyagszint, és így minden valószínűség szerint megvédi önt a továbbiakban. Annyit tehát már tudunk, ezt az első vizsgálat is megmutatta, hogy a kínai oltás után nálam a megfelelőnél több ellenanyag termelődött. Ez jó hír, de ettől még a teljes védettségre csak következtetni lehet. A bizonyítékot a már említett neutralizációs vizsgálattal kapjuk meg. Hamarosan visszatérek a kórházba, de előtte felkeresek egy másik szakértőt. Most csodálkoznak rá nagyon sokan a gyógyszerek világára, a gyógyszerekkel kapcsolatos bizonytalanságokra, arra, hogy itt csak valószínűségek vannak, és teljes bizonyosságot nem lehet mondani. Dobson Szabolcs gyógyszerészt, gyógyszerengedélyeztetési szakértőt már ismerik a Heti Napló élőadásából. Dobson doktor két hónap alatt közel 50 ezres követő táborral egy kizárólag szakmai cikkeket publikáló közösséget hozott létre a Facebookon. A kicsit hivatalosan csengő koronavírus vakcináció szakirodalmi tallózó oldalon a világ szinte valamennyi fontos szakcikét lefordítja és szemlézi Szabolcs. Sokan innen kapnak hiteles információkat nem csak a kínai vakcináról, hanem az egyre gyakrabban szóba jövő keresztvakcinázásokról. Ma már sok helyen kutatják, hogy milyen hatása van, ha egy nyugati vakcinára keletivel oltanak rá, vagy keletire nyugatival. Van Angliában is hivatalos államilag szponzorált program, a Pfizer, a Moderna, ez az AstraZeneca vakcina különböző típusú kombinálására. Most a kínaiak jelentették be, hogy Hongkongban állítólagosan indul majd egy vizsgálat a Pfizer és a Sinopharm talán ennek a két vakcinának a kombinálására, akkor a kínai vakcinákat is megpróbálják kombinálni. A ráoltás talán most a legfontosabb kutatási terület. Lehet, hogy én szerencsés vagyok a kínai oltással, és az én szervezetem helyesen reagált a vakcinára, de egészen biztosan van, akinél egyáltalán nem, vagy lassabban alakul ki védettség. Itt most éppen volt rádiós kollégám és egykori Kossuth rádiós főnököm, László József Facebook posztját olvasom. Józsi itt épp azt jelenti közvetlen barátainak, hogy 15 nappal a második oltás után ő szintén megmérette az ellenanyag szintet, és az ő vérében semmilyen ellenanyag nem fedezhető fel. Valószínű nála lassabb az immunválasz, ezért teljesen logikusnak és jogosnak érzem, hogy ő a magyar hatóságoktól vár egyértelmű és reprezentatív vizsgálatot arra vonatkozólag, hogy mennyire hatásos a kínai vakcina. Mielőtt visszatérek még a kórházba, az is nagyon érdekel, hogyan fogták meg Kínában a járványt. Azt tudom, hogy ott már nem szigorításokról, csak és kizárólag könnyítésekről beszélnek. A nyugati vakcinákat elismerik, de Kínában eddig csak a sajáttal oltottak. Kínában a kínai oltást használják, nyugati oltás nem nagyon van, egyáltalán nem, tehát a lakosság nem tud jelentkezni vagy a külföldi oltásokra, és a kínai emberek elfogadják a kínai oltást, és bíznak benne. Chang Editet még Kínából ismerem, több mint 15 éve találkoztunk utoljára még Pekingben, hol Budapesten, hol a kínai fővárosban él. Kínai családnevét férje után vette fel. Elmeséli nekem, hogy Kínában az a vélekedés, hogy a nyugati vakcinák is jók, sőt nagyon jók, de ott, tehát Kínában egyelőre a hagyományos eljárással készült vakcinában jobban bíznak. Ám teljesen más az oltási rend, ott csak a fiatalokat oltják, az idősek oltásáról nincs igazából tapasztalat. Egy elhalt vírussejtet juttatnak a szervezetbe, és ebbe biztosak most a kínai emberek, hogy ha kapják ezt az oltást, lehet, hogy elkapják a vírust, de meggyógyulnak, és a szervezetük ellenálló lesz ettől az oltástól.
Időközben e-mailben kapom meg Balázs Annától a vírus neutralizációs vizsgálat eredményét, ez ugye a bonyolult vizsgálat. Újra jó híreket látok. Azt már tudom az első vizsgálatból, hogy viszonylag magas az IgG ellenanyag szintem, de ebből a leletből már sokkal összetettebb és érthetőbb értékeket kapok. Itt Balázs Anna arról tájékoztat, hogy mind az eredeti wuhani, mind pedig a brit mutáns koronavírus Magyarországon izolált változataival szemben szignifikáns, tehát jelentős gátlóhatást mutat a vizsgálat. Én tehát vélhetően megnyugodhatok, nálam valószínű, hogy nagyon jól működik a szer. Amit mi csinálunk, egy úgynevezett laboratóriumi in vitro vizsgálat, aminek a lényege az, hogy a vírust összehozzuk kémcsőbe az ön ellenanyagával, és megnézzük, hogy az ön ellenanyaga meggátolja-e a vírus szaporodást, vagy nem. Dr. Jankovics István virológus, a CMC Déli Klinika vezető kutatójához siettem még vissza a kórházba. Ő is azt mondja nekem, hogy ahány szervezet, annyiféle reakció képzelhető el. Van, akinél gyorsabb, van, akinél lassabb az immunválasz. Ám a legfontosabb, hogy mindenki fogadja el az oltást, amihez hivatalosan hozzá tud jutni. Ilyen oltóanyaggal ilyen magas értéket nem láttunk, csak ennyit csak mondhatok. Tehát itt is az van, hogyha lehet, hogyha több százat nézünk már, és tudjuk majd összehasonlítani, mert ugye mennek ezek a vizsgálatok is, most már Magyarországon is több száz után már jobban tudjuk nézni, hogy akkor az önértéke az most nagyon magas, vagy most már vannak jobbak, akik esetleg lekörözték önt. Szóval ez az adatoknak a szélesedésével pontosítható. Idáig jutottam a kínai vakcinával kapcsolatban, sok mindent megértettem a saját példámon keresztül, ezt próbáltam most átadni önöknek. Azt is látom már, hogy oltásoktól függően teljesen változó, hogy kinél hogyan és mennyi idő alatt alakul ki a védettség. És az is nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy az oltás megléte nem jelent azonnali védettséget. Az általános nyitástól vagy állami könnyítésektől függetlenül az oltástól számított 3 hétig extrém módon kell tartani a szabályokat. Jobb nem menni emberek közé. Ha már megvan az oltás, az azonnali fellélegzéssel kár elszúrni a lassan kialakuló védettséget. Ugye, hogy furcsa dolog ez a statisztika, hiszen a nagy egészben egyetlen egy eset, jelen esetben az enyém, statisztikai hiba határ alatt van. Gyakorlatilag nem oszt és nem szoroz, kerekítési tizedesegy vagyok a legjobb esetben is. Viszont a saját magam statisztikájában én vagyok az egész, a 100%. Megnyugodtam annak kapcsán, hogy a második kínai oltás után magas az ellenanyag szintem? Mindenképpen. Ezért csak azt tudom mondani, hogyha biztosak akarnak lenni a dolgukban, érdemes megnézetni az ellenanyag szintet, de ami ennél is fontosabb, az maga az oltás. Mert ugye az a legjobb oltás, ami benne van a karban, itt fölül. Önök a Heti Naplót benne, Schwabi András filmjét látták, Réka, tiéd a szó. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, amit már a riport előtt is elmondtam, hogy attól, hogy András védett, még egyáltalán nem biztos, hogy mások is azok. Ez pontosan csak egy ellenanyagvizsgálat tudja meghatározni.